Sziasztok, ez itt újra egy Steelyrunnert adás, ezúttal egy nagyon friss, nemrég egy-két hete elindult, pár hete elindult sorozatról mesélnék nektek, ami nem más, mint a nagyon népszerű, most már nagyon híres Wednesday sorozat első évada, amely a harmadik legnézettebb Netflix sorozat eddig, de mivel most indult, még összességében lehet, hogy évvégére, évelejére már a legnézettebb lesz. Csak a Stranger Things 4. évada, illetve veszem a Dahmer sorozatgyilkosos sorozat előzni még minimálisan meg. De összes többit már gyakorlatilag megelőzte. És ezen kívül a premierjét is azt hiszem többen nézték, mint a Stranger Things 4. évad premierjét. Szóval itt hatalmas, őrületes a népszerűsége, hogy megérdemli. Na, abban már nem igazán értek én egyet. Az tök jó, hogy népszerű lett, jó ismert, fejlesztetik, jobbíthatják majd a második évaddal a sorozatot. De az a hatalmas hype láthatóan itt. Tudjátok, hogy miért jön részben össze? Mert nagyon jó a casting, nagyon cukik, és nagyon egész jól játszanak a színészek. Tehát tudom, hogy nagyon jó az emberi oldal, hogy így fogalmazzak, azáltal, hogy az átlag néző nagyon szereti bálványozni bizonyos színészeket. Sokszor csak a külső Instagram, ugye, népszerűség okán, és ha benne vannak egy sorozatban, az nagyon sokat jelent. És ha nagyon jó a casting, akkor összetudnak hozni egy olyan jó gárdát, akik ilyen szempontból is nagyon ütősek, mert szerintem mint a mellékszereplők is, akik mint fiatal teeni-szerű karakterek és színészek, vagy maximum 19-20 évesek egyébként mind. Ezek mind szerintem felerősítő tényezők, főleg, hogy a sorozat részben a TikTokról, az Instagramról és sok mindenről említést tesz többször, nagyon sokszor, és ezt meg tudja lorgolni, az egyik. A másik pedig egyszerűen tényleg jól játszanak a színészek, illenek hozzájuk a karakterek is olykor, sőt, a legtöbb esetben mindig. És ez is egy plusz forrás, hogy felkapja az átlag ember is a sorozatot. Nézze olyan ember is, akit egyébként ez a típusú stílusú sorozat lehet, hogy annyira nem is érdekelne. És a másik, ami szerintem nagyon népszerű, az, hogy négyféle stílust akar ötvözni. Egyszerre szeretne ilyen gimistini sorozat lenni, olykor drámai egyébként, humoros, és ebbe a humorba belefűzni egy picit az Adams Family stílust és az Adams Family karaktereket, amelyeket már oly sok éve, 20-30 éve legalább mindenki ismer. Legalábbis, aki egyszer is látta a tévében, vagy akárhol a igen, nagyon szuper 91-es, 93-as, Adams Family 1 és 2, akár a 60-as évekbeli sorozatot, vagy annó a képregényeket még olvastam. A negyedik stílus pedig a Harry Potterekben látott, és egyébként Sixpenben is látott ilyen felnövéstörténet, a különcködés, hogy a másság, illetve a kitaszítottak, illetve van egy kitaszított kategória, tehát ezt nagyon belevitték, sőt, én inkább egyébként a különleges képességek miatt, amelyeket szinte minden osztálytárs, diáktárs itt a Nevermore Akadémiával, ahol a történet 95%-a játszódik, megkapott. Ezért én inkább az X-Menre hajlanék, hogy talán a Harry Potterre annyival hasonlít, csak hogy ódonkastély, fiatalabb gyermekek, különböző osztályokkal és ilyen kategóriákkal, tehát vannak a vérfarkas osztály, így fogalmazunk, vannak a szirének, vannak a vámpírok, vannak a nem tudom már mik fejből az összeset. De ezeket nem dolgozzák ki annyira a Harry Potterben, és nem annyira ez a lényeg, meg itt van ugye a nadragúja, úgymond zárt társaság és helyszín, amit egyébként csettintéssel tudnak előtárni, majdnem olyan, mint tudjátok a volt, nincs szoba, vagy hogy hívták a Harry Potterbe, csak arra hasonlított. És a csettintést, ami ugye a 60-as sorozat óta jelen van, azt itt hozták csak be, erre ezzel utaltak gyakorlatilag csak rá. De ezen kívül szerintem minden más az X-Menre utal, és hallja ez egy picit. Tehát a kitaszítottság, a másság, mindenkinek van egy képessége, vitatkoznak azon is, hogy most mennyire rossz, hogy ő kitaszított, és mennyire nem, és van egy ős ellentét a normik, akik itt a normál emberekre utalnak és gondolnak, de itt normiknak hívják a normik és a kitaszítottak között. Csak azt gondolom, hogy ez a rész sincs teljesen kidolgozva, a legnagyobb baj az, hogy hiába van 4-5 féle stílus a filmben, és egy csomó más, vagy sorozatban, és egy csomó más filmből és sorozatból vesz elemeket,
igazából itt már négy cég közé esik a sorozat, hiszen egyike se dolgozza ki igazán. Véleményem szerint a casting az tök jó, és Jenna Ortega tényleg utolérte gyakorlatilag Christina Ricci-t, ugye a karakter eljátszása, vagy ugye ő játszotta korábban a filmekben Ricci a karaktereken, és, vagy a karakteret, és most pedig ugye átvette Jenna Ortega, bár a két film per sorozat nagyon különböző stílusú, és ez a karakter sem ugyanolyan teljesen. Mert a 91-93-as filmben sokkal fanyarabb humorú volt, sokkal feszengő, sokkal sötétebb hangulatú, sokkal humorosabb, nem vették olyan komolyan az egészet, néha elég komolyan veszik a történetet. Ott szerintem ez inkább csak a háttérnek szolgált azzal, hogy rögünk a karakterek nagyon jól megírt szövegein, helyzetkomikumokon, az, hogy milyen stílusuk van, és sorolhatnánk, és nagyon jók a párbeszédek, és jó lett a szinkron is annó itt van. És nem annyira hasonlított a 60-as sorozathoz, ami az eredeti volt, tehát az jobban közelebb állt a képregényhez, könyvekhez, mint elvileg a filmek, és állítólag ezt a sorozatot is külsőben közelebb akarták hozni, mert például Gomez sokan szitták a sorozatnál, hogy miért néz ki ilyen rusnyán, hát az eredeti történetben, regényben, vagy illetve a képregényben, és a 60-as sorozatban sokkal jobban közelebb állt ahhoz, amit itt láthatunk, ez a rondább külső, hiszen ez is volt a lényege állítólag a dolognak, hogy egy annak ellenére az egyik, a pár egyik része nem szép, másik meg nagyon szép, főleg fiatal korában, hogy milyen jól össze tudtak jönni, és hogy mennyire jól összetartanak, és hogy a család mennyire fontos, ez nagyon fontos volt az eredeti történetben, illetve a 60-as sorozatban is, és ebből egy kicsit elvettek valamennyire szerintem, meg sokan szerint az 1991-es 3-as filmekből, és ott inkább a már említett humor, fanyar humor, sötét elemek és sorolhatnánk, az volt fontos, míg a külalakiban, tehát a karakter külalakában, és a család fontossága, mert szerintem egy picit háttérbe szorult. Már a 90-93-as filmekben például sokkal biztosabban megismerjük, ahogy a 60-as sorozatban is, a család többi tagjait és egyéb tagjait. Ebben a, ugye a Jenna Ortega-s vezetében igazából csak Jenna Ortega-t ismerjük meg, a 89-90-ban egy részt elejéig találjuk meg, és látjuk meg, és ismerjük meg Foster bácsit, aki itt egy kicsit más típusú karakter lett. Egyáltalán nem olyan humoros, és annyira jól szerintem eljátszott, mint Christopher Lloyd karaktere. Annak kell, hogy lehet, hogy én nem tudom, hogy közelebb áll az a karakter is a képregényekkel. Ettől még a 91-es verzió sokkal jobb. És hát ne felejtsük el, az, hogy egy szereplő benne Morticia, akit ezúttal kártyázott a Jones alakít. És hát ugye Guzmán alakítja most ugye a férjét, Gomez-t. Annó ugye Raul Giulia alakította, és elvileg csak azért nem lett harmadik film, ha jól tudom, mert meghalt sajnos 94 vagy 5-ben, azt hiszem. És ugye a másik rész 93-as volt, és ezért nem folytatták egyébként szinte az egész filmet, mert sajnos ez a haláleset annyira nagy horderei volt, egy olyan színészt és karaktert, ezt kell, ami akkora hatással volt az egész sorozatra, most lecserélik, akkor ilyet filmsorozatra, akkor az hatalmas negatív hatással járhat is, plusz hát ugye erkölcsileg sem akarták mással folytatni. És igen, maga Gomez karaktere és a neve is elég erősen utal a mexikói gyökerekre, és részben Morticia is, és hát Guzmán meg egy konkrét mexikói színész, szóval ezzel sem volt probléma, mert elkezdték a rasszisták megint támadni, megint azok, akik ugye támadták az összes mai sorozatnál azokat a karaktereket, a színészeket, akik hát nem fehérek voltak, tehát a végletre mentek, tehát igen, van olyan sorozat, ahol már tényleg, például a Witcher, ahol már tényleg tök össze-vissza leszarnak mindent, az összes karakter és a történet esetén, főleg most így látható megerősítés ez, hogy Witcherben ugye Geralt szerepéről le kellett, hogy mondjon emiatt gyakorlatilag. Ugye Henry Cavill erre utalt, bár nem mondta ki szó szerint, hogy nem követik a egy kicsit sem regényelőben látott történeteket, karakterjöket, stb. Igen, van ilyen sorozat, de a legtöbb sorozatra ez nem jellemző. Lehet, hogy egy-két milliméternyi eleme, vagy a századik mellékkarakterre lehet, hogy jellemző, de az se olyan hosszan, vagy egyáltalán nem rosszul megalkotott, vagy jó a színész, mert a Witcher még ezt sem mondhatjuk, hogy jók a színészek, akiket lecseréltettek egy
karakter esetén, vagy megmásítottak, vagy mit tudom én. De ezeknél a többi sorozatoknál ezt elmondhatjuk, hogy jó a színész. Bár lehetett volna akár több is a karaktere. A szerencsére egyébként ilyen durva változás, tehát szerintem itt az NSZ-nél sincs. Főleg úgy, hogy az eredeti karakterekre jobban hasonlítanak talán az itt lévő karakterek. A legnagyobb gond az a forgatókönyvvel van, ahogy mondottam, négy cég közé esett a kedves sorozat. Egyiket sem dolgoztak igazán. Lehet, hogy a casting az tényleg nagyon jó volt, és jók a színészek, és jobb lennek a karakterek. Ebben tökéletesen teljesítettek a készítők, és ami még nagyon jó volt, az a zene. Daniel van egyik utóbbi idők legjobb sorozatos munkája mindenképp, de talán a filmjeivel együtt nézve, és az utóbbi 5-10 év talán egyik legjobb munkája tőle. Ugye Tim Burton hozta magával előtt a producer, aki már kétszer is hát közelbe került, hogy elkészített egy Addams Family filmet. Ugye annó a 91-es filmet még neki olyan adták fel, csak a Batman visszatér miatt nem tudta megcsinálni. Majd 2010 fel szeretett volna egy animációs sorozatot, de ugye a stúdió az a CGI-t erőtette volna, mindig a stop motion-t, amiben mindig is jó volt, és ezt nem engedte neki a kedves stúdió, nem fogadta el. És hát akkor most érkezett vissza először producerként, majd kiderült, hogy az első négy részt is ő rendezheti, amelyeken látszik is a stílusa jobban, mint a következő négy részre, ami tinisebb szerintem, mint a Tim Burton-es vonal, még nem annyira egyedi látásvilágú. Itt a látásvilágban, tehát a stílusban, a látványvilágban azért látható elemek vannak, itt vannak a vízköpő szobrok, a tipikus Tim Burton-es gótikus látványvilága a kastélytól kezdve az erdőn át, és sorolhatnánk a falun át. Tehát ezt is szerintem jól sikerült megoldani, ezt a három dolgot, amit most itt említettem. De ezen kívül sajnos minden más szerintem gyatra lett. A fő ellenség nagyon hirtelen előhozott és gyatra. Igazából csak úgy elhozzák a semmiből. Nincs rá utalás, hogy ő az. Rá lehet magyarázni olyan szempontból, hogy milyen nem látja a néző. Hogy pontosan kiről van szó, hogy na te leszel a fő ellenség. De nagyon erőltetett és hirtelen jött, és semmi utalás nincs. Sőt, azt a karaktert, amit neki föl kell használnia az utolsó epizódban, konkrétan a célja eléréséhez, hogy gyakorlatilag alig, úgy tűnik, mintha alig várná, hogy na, menjen el a suliból, vagy illetve, hogy el kell menni a suliból, és nem is követi, nem ad rá utaló jeleket se, hogy szeretne vele találkozni, pedig neki kötelező az adott rituáléhoz, ennyit mondanék el. Tehát vicc az egész, ez csak egy kis eleme volt. Pont a krimi vonal a gyengeségének, ami eleinte ígéretes volt, misztikumos volt, úgy tűnt, hogy hú, itt lehetnek dolgok, de az utolsó két-három részben annyira összekapkodták az egészet össze-vissza. Próbálták úgy csavarni, hogy ne jöjjön rá a néző, mert végülis erre nehezen lehetett rájönni, hogy ez a karakter lesz, de néha rosszabb az, hogyha azért nem jössz rá, mert nincsenek rá utalójelek se, plusz ezen kívül az a karakter annak ellenére jártak, el akarná érni a célját, mégse akarja elérni láthatóan, tehát nem tesz rá utaló jeleket, meg eszközöket és hívást, szóval vicc az egész. A nagy szerencse, ez a karakter, akinek szüksége van, az végül konkrétan oda megy és elmegy, de ha már ez az ide-oda megy karakter dologról van szó, az is vicc, hogy egy csomó mellék karakter, de főleg Wednesday karaktere gyakorlatilag teleportál, tehát egy csomó sorozatnál mindenkinek baja van, hogy ide-oda teleportálnak karakterek, ugyanitt nem mondjuk egy fél kontinensi teleportál a karakterünk, de azért olyan 5-10 kilométereket biztosan. És így csettintésre, ha már csettintésre van szó. És főleg Jennára igaz, illetve az, hogy Jenna mindent meg tud szinte oldani. A régi filmben ugyan ötletes volt, és azért okosabb volt az átlagnál a Wednesday karakter, de annyira okos nem volt, hogy mindent egy szekundóval meg tudjon csinálni, és hogy mindig kiderüljön, hogy mindenhez is ért. Ez is egy kicsit szerintem túlzás volt. És az is, hogy gyakorlatilag van egy-két karakter, mivel ez ilyen kívül is, meg akár a főszereplő tekintetében is, aki sérülhet akár százszor, semmi baj lesz. Sőt, van egy karakter, aki meghal, majd még beleállítódik teljesen egy hatalmas nyílvessző, és semmi baj nem lesz. És nincs miért nagyon izgulni érte, hiszen valamilyen varázslatos módon mindig gyorsan felélesztjük. Ez olyan, mint hogyha a Harry Potter sorozatban mondjuk, például akár Potter vagy egy mellék karakter Ron, vagy mit tudom én, háromszor meghalt volna, és négyszer halálra sövezték volna szinte, de semmi baj nem lett volna. Izgultunk volna, hogy utána jobban érte már? Nem, valószínű. És itt is van egy-két ilyen karakter, most spoiler nélkül. Tehát vicc az egész. Igazából olyan 3-4 karakter tudnék említeni, aki ilyen dolgokon megy át, de ezen túl látszik, már nem kell majd értük is izgulni.
mert próbálják az utolsó részt nagyon izgalmassá tenni, epikussá, tehát ami egyetlen pozitívum, hogy tényleg a záró résznek van egy ilyen érzet, csak a záró részben kulminálódik talán az, amit itt mondtam nektek, hogy egyszer a 3-4 stílus 45 percvel akarnak vinni, és egyszerre szeretnék lezárni a krimis részt 40 perc alatt, úgy jobbak a fele, még mindig a tini és a romantika mezején is megy. Tehát röhely az egész, hogy ezt így oldották meg. Tehát ez aztán igazi kotyvasz forgatókönyvűleg, mert sokan szitták ugye a Rings of Power, tehát a hatalomgyűlői forgatókönyvét, de az nem egy kotyvasz volt. Nem volt eleje közepe vége egy szép lezárással. Minden jött magával, egyetlen vagy egy, vagy talán két karakter tűnt el egyébként az utolsó epizódban, amit én sem értek, de őket simán elhozhatják, olyan helyzetben is helyen vannak, hogy simán láthatjuk őt, hogy őket a második évad legelején, úgyhogy ez nem okozna úgymond hatalmas meglepetést, vagy káoszt a dolog. De itt akkora kavarans van, mind a karakterek, mind az ilyen teleportálások, mind a történet esetén. De van egy szörnyet, ez az elején kiderül, ez az egyik krimi misztikus elem a film vagy a sorozatban, aki bajt okoz, és gyilkolázgat, meg mindenféle félelembe tartja a környéken. Bár annak ellenére, hogy pont kitaszítottak és nem normális emberek vannak, annyira nem foglalkoznak jó ideig vele, pedig egy idő után már mindenki szinte hallani, mindenkinek hallania kéne róla. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez a szörny, ez végül kiderül egy kicsoda, és ez is vicc, mert nincs rá nagyon utaló jel. Tehát egy minimális utalás van a másik, harmadik résznek talán, egy minimális utalás, de a fő baj nem is csak ezre van, hogy nincs rá utalás, hanem illogikus az egész. Hiszen ez most spoiler nélkülön nehéz beszélni, a lényeg az, hogy az apjának erről tudnia kéne. Tehát nincs az az Isten, főleg ezen a krimi vonalon, és az apja is nem hülye egy egyén. Tudnia kéne erről, basszus. Nincs olyan, hogy ne tudjon róla, hogy ne lássa utaló jelét. De a másik is az, hogy ahol dolgozik ez a karakter, ott is alapból, ha már ilyen krimi sorozatról is beszélünk részben, alapból mindenkinek észre kéne vennie. Tehát olyan helyen dolgozik, és olyan időpontokban is, meg össze-vissza konkrétan. Hát tipikus, mint a három műszak lehet, mint itt oly sok munkakör Magyarországon. De a lényeg az, hogy ezt látjuk is egy több napszakban, stb. Tehát lényeg az, hogy ott is tudniuk kéne, hogyha ő az. A másik az, hogy egy bizonyos karakterrel többször is látjuk, annak is tudnia kéne, illetve hát legalábbis utalnia kéne rá dolgokra, másrészt pedig nem értem ezt a módot, ahogyan közelít hozzá a karakter. Annyira elült, és annyira tehát annyira elült a két véglet egymásra, a szörny és az az út mód, ahogy közeledik a karakterhez, szóval mint emberi formájában, mert ugye van egy ember is, és szörny formája. Akkor a szörnynek a hátteren nagyon van megmagyarázva egyébként. Van egy könyv, amiről két rajz van benne, és mondják, hogy Hyde, ennyit mondanék, mert ez nem egy nagy meglepetés, de nem pontosan azt a Jekyll és Hyde-ot kapjuk, és nem is egy szimpla szörnyet, hogy próbálnak itt is a két szök közé esni sajnos, mert ettől megint illogikus lesz az egész szerintem. Tehát ez csak a szörny, most megint amit mondtam is, hogy mennyi illogikusság van benne. Aztán van egy kitaszított normi ellentét, ahogy mondtam. A lényeg az, hogy van egy karakter, egy telepes karakter, ez annyira nem spoiler, meg viszonylag az elején is kiderül, aki mindig is a kitaszítottak ellen volt. És az a vicc, hogy egy olyan karakter, aki elvileg normi, imádja és fel akarja éleszteni, és az a vicc, hogy pont olyan eszközöket használ, amiben utálja a kitaszítottakat. Tehát ez is egy illogikus dolog. Tehát a kitaszítottaknak különböző durva képességeik vannak, sötétebb tónusuk, stb. Sorolhatnánk, amiket utál bennünk, bosszút akar állni felettük, és erre szeretné felhasználni ezt a telepest, aki egyébként a legsablonosabb gonoszok egyike. És a telepes is maga, meg ugye ez, ahogy visszahozza, vagy szeretné visszahozni a halálból a telepest, és a telepes maga is mágikus botot, tűz varázslatokat és mindenféle szírszart, tehát olyat használ, amit nem normi használ, a basszus. Tehát most akkor ő kitaszítottá vált ilyen halott módjában, legalábbis mindenképp. De nem baj, hát ez tetszik a normi karakternek, akik a kitaszítottak ellen van, meg a kitaszítottak képességei és gyakorlatilag cselekvései ellen van, de imponál neki az, hogy egy ultra lich élő halott volt normi telepes,
sokkal kitaszítottabb, a legtöbb, vagy a legnagyobb kitaszítottnál is. Ha értitek. Ez egész egy vicc. Ez most már a harmadik, a negyedik ilyen szál, és egy-két karakter, akikről beszéltem, hogy mennyire illogikus. Aztán maga a Wednesday karaktere is. Egy... ha próbál hasonlítani ugye a régi Wednesday-re, de igazából csak a külsejével és a szövegeivel. És a szövegeit annyira sokszor eltolja, sokszor szinte ugyanazt, vagy legalábbis ugyanarra a humorfaktorra, beszólogatásra játszik. Ugye a halál témaköre, az, hogy ne szóljatok be nekem, az, hogy én mindenkit utálok, én magának való vagyok, ne szóljatok hozzá, mit tudom én. Tehát ezeket ismételgetik. És annyiszor elmondja, és ennek ellenére a karakterről azért próbálnak egy, legalábbis az évad végére egy az Addams Wednesday, vagy Wednesday Addams-től egy kicsit sokkal hát lightosabb karaktert alkotni, mert hogy átmegy ezeken a bizonyos kalandokon, meg nyomozó is lesz védén menni. És egyszerűen a sodrása ezeknek a dolgoknak el kell, hogy ügye egy nagyon-nagyon sötét és fekete és fagyar humorú karakter erre, mint amilyen Wednesday eredetileg, hanem annál egy lájtosabb karaktert kapunk. És ezért ez a hatalmas sok beszólogatás, amit még egyébként az utolsó rész vége felé is megtesz, annyira kilóg. Tehát csak azért rakják bele, mert hogy hát ilyen volt a karakter, meg ez népszerű volt, meg most ez így menő, csak a karakter és az ezernyi beszólogatása, főleg így a végén már, nagyon erőltetett és művévé válik, és elmegy attól a karakter, amit továbbra is szeretnének erőltetni, mert Wednesday Addams. De egyszerűen nem arra viszik el az egész sorozatot. Ez a sorozat sokkal ugye tinisebb, sokkal nyomozgatósabb, mint az első két film. És sokkal maibb és modernebb. Egyébként az viszont tetszett, hogy a TikToknak, meg az Instának meg egy csomó minden mai modern hülyeségnek beszólogatnak. Nem is kicsit, jó sokszor. Ez tetszett. Itt most nem csak Wednesday, hanem mások is. Egy kicsit kifigurázzák ezt a sokféle modern eszközt, meg a mobilokat is, meg mindenfélét. Úgyhogy ez tetszetős volt, illetve járunk néha a telepesek múltjában, amit ritkán látunk sorozatokban, filmekben, nem nagyon foglalkoznak vele. Itt adnak a misztikus és sötétebb útját és módját is. Útját is szeretnék jobban filmezni, bár az egy-két rész erejéig történik csak meg is ennyi. Sajnos többet nem nagyon foglalkoznak vele. Annál többet a különböző ugye, diák kapcsolatokkal, azt elég sokszor láthatjuk, bár szerencsére nem annyira elnyitott és sokszoros módon, mint mindig egy ilyen, nem is tudom, Sabrina boszorkány, meg Teen Wolves, meg ilyesmik, bár olyan, mint hogyha ezekből is ugye vettek volna át elemeket, értelemszerűen, de szerencsére ezeket nem tolták túl, vagy nem ez volt a lényegi része a filmnek, ilyen lényeg, hogy szeretett volna meglovagolni a filmecske. Aztán beleviszik még a pszichológiát is, sokszor konkrétan fontos eleme lesz egy pszichológus kapcsán, illetve az anya-lánya kapcsolat kapcsán, ugye Wednesday és Morticia között. De ezt se dolgozzák ki annyira, igazából egy részre összpontosítják. Meg a legelső résznél említik többször, de főleg egy részre összpontosítódik ez, ahol megismerhetjük egyébként Gomez és részben Morticia múltján. Egyébként ez viszonylag tetszett ez a rész is. Az első négy rész volt az, ami jobban bejött amúgy, amiket Tim Burton rendezett, milyen meglepő módon. Ebben van az a nagy tánc is, amit maga Jenna Ortega koreografált. És említette is, hogy a 80-as évek gót zenei stílusaiból, táncéból, illetve egy-két konkrét banda szemegyes számai vodalaiból, és azokkal való táncolásokból merítette. Azt hiszem, ha jól emlékszem. Aztán azt tudjátok, hogy Romániában forgatták a sorozatot, nagy részt, nem minden elemét, valószínűleg a Jerikó faluba játszódó részeket Amerikában, de ami a, ugye a eredetileg kastélyként, de itt a Nevermore iskolaként szolgáló helyszín, az viszont Románia volt, és nagyon szép egyébként helyszín volt, annak ellenére az a kastély gótikus, illetve gótikus hangulatú, a környék nagyon szép, ott a őszi szép falavelekkel, erdőkkel. Szóval ez a kettőség egy kicsit Wednesday karakterében is jelen van, meg az egész sorozatban, hogy hol egyébként sötét maga a képvilága, és humoros, és fanyan humoros, de hol meg kezd nagyon lightosodni a dolog, minden szempontból, nem csak szó szerint fényesebbé válni, hanem
Szóval ez nekem egy kicsit ilyen szempontból megfeküdte, egy van. De milyen annyira jól összerakták a castingot, és annyira jó volt újra látni, hogy a Tim Burton hangulat végre olyan pozitívabb módon, és egy jobb sorozatban tűnik fel, hogy a karakterek legalább egy részét meg tudták fogni minden karakter esetén, még ha nem is lehet tökéletes. Bár mondjuk Jenna Ortega nagyon jól játsza, de mondom, a karakter is ez nem olyan, mint a fanyarabb, ilyen sötétebb tónusú Wednesday. És a többi karakternél is vannak ilyen dolgok, amiket nem tudok egy-egyben totálisan 100%-osra értékelni. De összességében mégis ezzel a négy fajta műfajjal olyan változatossá tudták tenni a sorozatot. Szerethető olyanok számára is, akik ezeket a stílusokat egyenként külön lehet, hogy nem is annyira szeretnék, és a karaktereket lehet, hogy nem is ismerték annyira. De ezzel a sorozattal meg tudják szeretni, a jó castinggal, azzal, hogy a hangulat is jelen van, a látványvilág, a zene. De tényleg, igazából ez egy olyan katyvasz a sorozat, ami összességében kihoz egy átlagosnál legalább egy picit jobb filmet, egy sorozatot. Tehát a Netflix sorozatai közül mindenképp a jobbak közé tartozik, az eléggé egyértelmű. Annak ellenére, hogy ez a sok logikátlanság például benne van a filmben, és hogy az Addams Family-t sokszor úgy érzi az ember, hogy csak egy márkaként használják, de Disney a legtöbb megvásárolt franchise, hogy pénzt kreálhasson belőle. De mivel itt vannak azért jó ötletek is a sorozatban, látszik a kreativitás most még, bár a Netflix később évadoknál, lásd Witcher második évad, és most majd ez az előzmény, ahogy nézem, el tudja cseszni még az első évad jó ötleteit is, ha akarja. Reméljük, hogy ez itt nem ez lesz a helyzet, és akkor egy sokkal jobb második évadot kaphatunk, ami állítólag a készítők szerint, hiszen azt hiszem el is kezdik lassan forgatni, talán év elején, sokkal sötétebb hangulatú lesz. Meglátjuk. Ez majd kiderül. Nekem a Wednesday, tehát egy kicsit felemás sorozat volt, egy olyan 75%-ot, ilyen 70-75%-ot adnék talán rá, hogyha kéne pontozni, mert vannak hibái, de összességében mégis egy jó sorozat volt, tehát egyszer mindenkinek érdemes szerintem megnézni, és jobb lenne, hogyha az egész évadot Tim Burton rendezni, és sokkal egységesebb képet kaphatnánk, és hogyha az írók is egységesek lennének, talán szintén lenne eleje, közepe, vége, és nem egy katyvasz lenne az egész, legalábbis ez az én véleményem. Nagyon sok sorozatot, és nem csak a hatalomgyűrűit ostoroztak, amiért is egy lassú volt. Igen, lassan szépen felépítették az univerzumukat, és a karaktereket, és a történet ívet, de az legalább megvolt ez miatt. Ez volt az ára, hogy lassabb volt az elején, ami aztán egyébként a 5-6. Résztől bepörgött. Tehát én azt kell mondanom, hogy ha az az ára, akkor azért inkább legyen ez, mert szerintem összességében egy jobb képet ad a történetet, a történéseket és a forgatókönyv képét tekintve az összképet, mint az, amikor össze is szaugrálunk gyakorlatilag a karakterekkel, a sztorikkal, a gyanúsítottakkal, meg mindennel, csak azért, hogy próbáljunk mondjuk valakiket esetleg tényleg meghökkenteni, de igazából nincs mögötte kapocs, mert például ott van egy Agatha Christie film, vagy filmsorozat, vagy tévésorozat, amivel ilyenek nincsenek, hiszen itt azért eléggé akarták majmolni, azért tegyük hozzá az Agatha Christie-t is. Megmondtam az X-meneket a különleges képességekkel, ugye Wednesday-nek is itt van egy olyan különleges képesség, ami persze, mintha a forgatókönyv megírná, ugye idő, ugye óra pontossággal, mindig akkor jön elő, amikor éppen kell, tehát itt is azért a forgatókönyv plot armor, legalábbis a krimi oldalon, nagyon sokat segített, és a már említett ugye sérülések, halálok okán is természetesen. Tehát remélem, ezen is változtatnak majd, mert akkor nem nagyon lesz izgalomfaktor, nem nagyon lesz igazi krimi vonal, hogyha bármit igazából bárhogyan előkapkodhatunk. De ez az én véleményem. És hogyha ide-oda rángathatunk mindenféle karaktert, úgyhogy a körülötte lévő közeli, rokonbéli, barátbéli, tanárbéli karakterekkel naponta 8-szor találkozik, nem vesz észre semmit. Szóval ezeken remélem, hogy változtatnak majd, mert azért ez fontos lenne. És akkor egy sokkal-sokkal jobb kapnánk, de így is itt látom már az örömöt, mert a szívem örömmel teli, és repes, hogy végre van egy ilyen sorozat, ami a Netflixnél egy kicsit így fel tudja húzni a dolgokat, és végre nem az a nagy lejtmenet van, ami most már az elmúlt legtöbb sorozatnál jelen volt, talán a koronát kívül, de a korona is az ötödik évad pont a leggyengébb volt, tehát ott is lefelé mennek, de még mindig azt mondom, hogy az is körülbelül ezen a szinten van, még az ötödik évaddal is ilyen 60-70 néhány százalék, és az a legrosszabb ott. Tehát reméljük, hogy ez itt szintén a legrosszabb lesz, és ezen túl csak egy ívet, egy emelkedő ívet láthatunk majd
Ja, köszönöm, hogy hallgatotok, nézhetek minket, búcsúzom tőletek, sziasztok!